ez volt a lényeg. Az megvan, az nem tudom, melyik kettőt csinálta, az a legparádésabb, az volt a való világ szellemi csúcspontja, ha múltkor elmeséltem, szóljanak, be volt párásodva az ablak. És két csaj duzzogott előtte. Nem tudom, Alekosz vagy Mokosz, az fiú, a Tokosz vagy Mokosz, nem tudom. És az egyik kis csaj csinált két lyukat az ujjával. Hogy én itt fogok kinézni. Mire a másik? Nem nézel te itt ki, és letörölte. Szóval ez... Elképzeltük, hogy hát milyen lenne a világ Szandika szerint. Szandika szerint a világ feltölti. Szandika bozontos kis elméjében ugye milyen gondolatok fogalmazódhatnának meg március 15-éről, ugye a március ifjak egy korabeli fiúzenekar, a március ifjak a Petőfi rádiót hallgatták, Széchenyi fürdőt üzemeltetett a Városligetben, Batyányit azért végezték ki, mert olyan hülye neve van és nehéz leírni, március 15-én Petőfi Kossuth díjat kapott. Összegyűjtöttük itt csokorban, nincs semmi aktualitása, hogy vannak ilyen művész nevek, és hogy hívják őket valójában. Például Rákai Pilip. Akit már úgy hívnak Rákai Pilips. Mert tévéintendás lett, Rákai Pilips. Úgy hívják Kálmán. Kálmánka. Én mostantól munkásságomat Szél Kálmán néven folytatom. Lacika meg van győződve, hogy a Szellő István a Szél Kálmán unokaöccse. Hogy hívják Vuj Trtkót? Nem, mi az eredeti neve? Vuj Trtko! De köpés nélkül ki tudtam mondani, várjon, ez nagyon nagy... Ez látja, olyan protézis ragasztón van, látja, hogy Vuj Trtko! És alig kicsit, na, de kórosan nem köptem le. Vuj Trtko! Semmi nem volt. Na, hogy hívják Vuj Trtkót? Balogh Szilárd. Hát nem olyan, Bugyos Pityu, Fásimulató. Hú, most már minden szombaton van, Zsülike. Azt a mennek Erdélyi túrára, az első 200 jegyvásárló Zsülike CD-t kap még azt is. Na, Bunyos Pityut úgy hívják, hogy Szikora István. Van aztán az énekes, Szandi. Azt hogy hívják? Szandikát. Pintácsi Alexandra, ez viszont jó név. Charlie, Horváth Károly. Edwin Marton, igen, valamilyen Lajos, Csűri Lajos. Ki az első emeletből? Azt se tudtam, hogy fiú, de most már sejtem, Patkó Béla, Dope Man, az nagyon jó. Pittinger László, úgy van. Pittinger, Beriari, Berencsi Attila, úgy van. LL Junior, Leslie László Csaba, Lola, azt se tudom, ki az a Lola. Korsós Judit, így mutatja nekem. Te tényleg cuki, tehát én is tényleg sejtettem, hogy Lola nem Béla, bár manapság ezt nem lehet tudni. Ada, Bászki Adrián, Freddie Mercury, nekem nem az van ideírva. Ez lehet, hogy úgy van, de nekem majd azt mondom, ami oda van írva, Farouk Bulsara, ezt mondtad? Mert kicsit rosszul is hallok. Pelé. Edzonarantes Donassimento. Na akkor egész gyorsan csak a helyi közösségnek egy befejező anekdóta. Természetesen ez is 1823-ban játszódik. Volt egy híres vívó a két háború között, Pecsauer Attilának hívták. Olimpiai és világbajnok, stb. És a magyar vívó válogatott Madridba járt, vagy Spanyolországba, és a spanyoloknak állati hosszú nevük van. És jöttek, hogy Don Hidalgo, de nem tudom, Pecsaratila. És amikor 14 ilyen hosszú nevű jött, akkor Pecsaratil így meghajolt, azt mondta, dövalagába motoszkál a farkával, dövalagába ló a s***edbe. Azt mondja, gratulálok, édes fiam, én vagyok a magyar követ.